döntések adhatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében. Ha kellően begyorsultunk? Ez már ugye. Szerintem ezt most már nehéz, nagyon, nagyon megyünk. Tehát jó. Ezt már lassan vissza kell fogni, füstölnek a fékek. Helyes. Minden. Na, viszont hát a kamatokat egyelőre nem tudjuk visszafogni. Egyelőre úgy néz ki, hogy az MNB is megy tovább. Talán ez lesz a részünkről a leginkább várt és legizgalmasabb történet. Holnap MNB kamat döntő ülés. Mindjárt meg is nézzük, hogy mire számíthatunk. Itt van velünk a telefon túlsó végén Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát berenavigált a jegybank magát egy érdekes helyzetbe, ahonnan nyilvánvaló, hogy kamatemelésre van szükség, ez következik. Viszont erősen megoszlanak a piaci várakozások a mértéket illetően. Hát ugye ennek alapvetően az az oka, hogy az MNB régóta azt kommunikálja, hogy ugye nem drasztikus lépésekkel akar emelni, hanem alapvetően, amikor lehet, akkor egy ilyen visszafogott tempóval, de tovább emeli a kamatot akkor, hogyha az inflációs nyomás nagyobb. És hát ugye ami miatt többen, így tüköztük mi is, azért mégsem a megszokott, vagy egy hogy is mondjam, a megszokottnak felvázolt 50 pontos alapkamatemelést és a 30 pontos egyhetes betéti kamatemelést várjuk, az alapvetően az, hogy azért az elmúlt egy hónapban azt gondoljuk, hogy nagyon megváltozott a monetáris politikának a keretrendszere, vagy így mondom, hogy azok a dolgok, amik így a jegybank lépéseit vezérelhetik. Ugye egyrészt volt egy magasabb, tehát mindenhol az infláció magasabb volt májusban, nálunk is, és a fejlett világban is, mint ahogy ezt várták. És ugye ez azért önmagában már nem csak az idei inflációs számokat egyébként, hanem ugye a jövő évit is már egyre jobban emeli. Tehát ahogy haladunk előre az évben, és hát az a helyzet, hogy ez nyilván önmagában is növeli a nyomást. A másik, hogy a fejlett világban óriási kilengéseket mutattak a kamatemelési várakozások, de azért alapvetően azt mondhatjuk, hogy egy ilyen jó 50-75 ponttal feljebb kerültünk, mint egy hónappal ezelőtt voltunk, tehát nagyjából a Fednek, az LKB-nek is ennyivel többet kell szigorítani, mint amit egy hónapja láttunk, és ha ehhez hozzátesszük azt, hogy igazából a forint az folyamatosan a 400-as szintet ostromolja, és ugye ez elég rosszul néz ki, és a jegybanknak valószínűleg a jelenlegi helyzetben azért fontos az, hogy az árfolyam az ne gyengüljön tovább. Ezek nagyobb emelést valószínűsíthetnek, vagy nagyobb emelés tennének szükségessé. Ezért gondoljuk mi azt, hogy az alapkamatnál visszatérhet az MNB a 100 pontos emelése, illetve az egyhetes betéti kamat az 50 ponttal emelkedhet. És ugye az is teljesen egyértelmű egyébként, hogy tehát hogy tovább is kell emelni a kamatot, tehát azért itt nem olyan rég még a piaci árazás az 10% feletti egyhetes irányadó kamatcsúcsot vetített előre. Úgyhogy alapvetően azt gondoljuk, hogy ezek a lépések azok, amik meghatározhatják az MNB keddi, illetve csütörtöki lépését, és azt is érdemes még megemlíteni, hogy ugye megjelenik az új inflációs jelentés is, ahol azért a számok azok érdemben változhatnak, tehát az idei növekedés az még akár jobb is lehet, meg a bérdinamika is magasabb várhatóan, de ugye a nagy kérdés az az, hogy az inflációs számok tekintetében merre mozdul a jegybank, és nem is csak az idei, mert az már, hát ugye annak egy része már megvan még akkor is, ha a bizonytalanság elég jelentős, de hát mégiscsak az van, hogy 5 hónapnyi inflációs adatunk megvan, hanem az lesz egyre inkább a kérdés, hogy mi van jövőre és azután. És igazából a mi számaink szerint hát itt is nagyot kell legalábbis tehát a 2023-as várható inflációban lépni, ugye az előző jelentésben még az egy ilyen 3-7-5-1-es sáv volt a maginflációs mutatók, és 3-3-5%-os sáv a teljes inflációra, ez mondjuk nagyjából leegyszerűsítve azt jelenti, hogy valahol ilyen 4,5 körüli várta az MNB a jövő évi maginflációt, és ilyen 4% köré a jövő évi teljes, vagy ilyen headline inflációs mutatót.
és az a helyzet, hogy igazából az azóta eltelt időszak alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy ennél érdemben magasabb lesz. Ti várakovásatok mennyi? Az idei éves átlagosra, meg a, ugye most már a jövő évről is beszélhetünk. Hát ugye az idei éves átlagosban is, ugye most már... 10 fölött vagyunk, az biztos, ugye? Persze, és hát az a helyzet a jövő évű, mert ott már ilyen hát ebben 7 fölött vagyunk, közeledünk a 8-hoz. Tehát, hogy ugye egyre inkább arra kell figyelni a monetáris politikának, hogy mi várható jövőre meg azután, és hát ezekben a változókban is azért erősen romlott a kép. Úgyhogy azt gondolom, hogy így igazából a jegybankon elég nagy a nyomás, és hogyha igazából a kisebbet, vagy a korábban irányadónak, vagy ha nem irányadónak, hanem azt a kamatra használjuk, de mondjuk korábban ilyen várhatónak tekintett pályán halad, akkor azért azt kockáztatja, hogy itt a forint újra gyengülni kezd, ugye ha a múlt hetet megnézzük, hogy elvileg nem vártak az elemzők kamatemelést, mégis amikor a jegybank kijött azzal, hogy az egyhetes betéti kamat változatlan maradt, akkor azért nagyon gyengült a forint, és egy másodperc alatt visszaugrott 400-ra. Épp ezt akartam volna kérdezni, hogy a holnapi döntés, illetve bármi, amit a jegybank csinál, mennyiben tudná erősíteni, vagy mennyiben tudna változtatni a forint helyzeten, ugye ma reggel is itt vagyunk a 401 közelében, és egyelőre olyan, mint hogyha nagyon a forint piac nem venne tudomást ezekről. Tehát mondjuk egy 100 bázispontos pontos emelés, ami igen, a ti várakozásotok, az megnyugtathatná legalább egyelőre a piacon? Hát azt gondolom, hogy az segítene talán, igen. Ugye azért az árfolyammal kapcsolatban egy dolgot érdemes látni, tehát egyszerűen az, ahogy az energia árak elszálltak. Ugye egy nagyon erősen energiaimportőr országban, ugye Magyarország ilyen, ott az árfolyamnak az egyensúlyi értékét ez befolyásolja. Mm. Kicsit olyan ez szerintem így leegyszerűsítve, mint egy abban gondolkodnánk, hogy egy olyan cégnek a részvénye, mondom ez nagyon, tehát senki ne vegye komolyan, de szerintem ez egy szemléletes egyszerűsítés, tehát hogy valaki energiát vesz, és ebből mondjuk autót, meg ilyen, tehát hogy feldolgozott termékeket csinál, ugye egy ilyen cégnek mennyit ér a részvényárfolyama akkor, hogyha elszállnak az energiaárak, és a másik oldalon meg nem tud igazán ilyen mértékben árat emelni. Nyilván egy ilyen cégnek a részvényárfolyama az esni fog, hiszen ugyanilyen nyomás van a forinton, tehát egyszerűen miközben mondjuk az egy évvel ezelőtti energiaárakkal a 3.40-es árfolyam is egy jó árfolyam lett volna, addig az is a forintnak az egyensúlyi, vagy akkor 3.40 körül volt az, amire azt gondoltuk, hogy mondjuk egy fair érték a forintnak, ahhoz képest ez a mostani, ez 400 forint környékére rakja a forintot, tehát hogy itt nem csak arról van szó, hogy ilyen hitelesség, olyan hitelesség, hanem ha végig gondoljuk, amikor a forint elkezdett gyengülni, vagy amikor felépült ez az eladói, fokozatos eladói nyomás, az lényegében az időponttól kezdődött, ahogy ugye az energiaárak úgy látványosan emelkedtek. Úgyhogy itt alapvetően ez a forinton egy nagyobb teher egyébként, mint az zlotyin vagy a koronán, és ez látványosan látszik abban, ahogy ugye elromlott a folyófizetési mérlek hiánya, ugye a múlt héten kijött adat, az alapvetően tehát, hogyha ilyen 7% körül idei folyófizetési mérleg hiány előrejelzésünkkel konzisztens volt, és ugye ezzel mi azért elég régóta kint vagyunk a piacon, és elég pesszimistának számított, tehát mi mondtuk a legnagyobb hiány. Az a helyzet, hogy ez a folyamat, tehát ez az energiára emelkedés, ez ugye látszik, hogy rontja a külső egyensúlyt, és a romlott külső egyensúlyon keresztül meggyengíti a forintot, és ugye a jegybank ez ellen igazából leginkább azzal tud védekezni, hogyha magasabb kockázati prémiumot ad, vagy magasabb prémiumot fizet, és ugye ha már ránézünk a csekkre, akkor lehet, hogy mondjuk ott vége a kamatemelési ciklusnak, de utolértek minket majdnem, tehát hogy ott 7% az alapkamat szintje, és miközben azért az egy lényegesen jobb minősítésű ország, kisebb CDS felárral, kisebb elvárt prémiummal, stb. Akkor ebből, bocsánat, ha megfordítom, akkor még az is lehet, hogyha mondjuk a recessziós félelmek úgy globálisan igazolódnak, és ez végre lefelé tudja mozdítani az energiaárakat, akkor ez, ha mondjuk a gazdasági helyzet romlik, a forinton segítene? Még akár ez is előfordulhat. Igen. Az a kérdés, hogy addigra a többi folyamat, hitelminősítés, stb. Merre mozdul, meg mi lesz az EU-s pénzekkel, mert a forint árfolyamban az is egy jelentős ilyen 20-30 forintos kérdés egyébként. Tehát, hogy
hogy igen, tehát előfordulhat olyan, hogy jönnek a recessziós várakozások, mindenki kamatot vág, stb., és ha bezuhannak a nyersanyag árak, főleg itt egyébként alapvetően azért az a baj, hogy nem az olaj, tehát az olaj is fontos, de itt nem csak erről beszélünk, hanem a gázról, ahol meg éppen hát nem túl barátságos hozzáállást tanúsít az orosz fél, ugye az európai gázára. Igen. Na hát izgalmas, hogyha már Európára tértünk, ugye az eurozóna inflációs vagy fogyasztói árindexe, ami meg pénteki adatközlés lesz. Hát ugye a háborús helyzet legjobban Európát sújtja, de ugyanakkor az infláció itt is jelen van, úgyhogy az EKB sincs túl könnyű helyzetben. Mit várunk a pénteki adattól? Hát ugye a pénteki adat, ez szerintem egyébként azért érdemes, mert általában az eurozóna inflációs adata jön, tehát ugye ez elég hamar megjelenik, és ha felidézzük ugye a múlt havi ciklust, ott mi történt, kijött az eurozóna a inflációs adata, ami rosszabb lett, mint a várt, ugye... Ugye az volt a várakozás, hogy mondjuk ilyen 7-5 körül lesz a infláció, és mondjuk ilyen 3-5 körül a maginflációs mutató, ehelyett ugye felugrottunk 8-1-re és 3,8-ra, tehát lényegesen rosszabb lett mind a két mutató, és utána ugye elindult a kamatemelési várakozásoknak a robbanása, utána jött ki a vártnál rosszabb amerikai infláció, akkor a Fedre elkezdték beárazni a 75-öt, rendesen elkenték a tőzsdéket, és aztán szép lassan pont így mondjuk a múlt hétre megfordult a dolog, és akkor egy kicsit enyhültek a várakozások, de azért a kamat pálya az lényegesen magasabban stabilizálódott mind a két esetben, mint ahogy korábban gondoltuk. És ugye ezért is érdekes nézni, mert most az a várakozás, hogy egy kicsit, tehát hogy ilyen 1-2 tizeddel, tehát hogy mondjuk 8-1-ről 8-3-ra vagy a headline index, és 3-8-ról 3-9-ra a maginfláció, és az a kérdés ugye, hogy akkor tényleg ez történik-e. Azt tudjuk, hogy ebben a helyzetben nagyon nehéz előrejelezni az ilyen havi változásokat is, tehát nagyon mellé tud nyúlni a piac nem csak Magyarországon, hanem az eurozónában, az USA-ban is az inflációs folyamatoknak. Úgyhogy benne van a dologban a kellemetlen meglepetés is, és ahhoz, hogy ezt ugye érdemes nézni, mert azért tehát az eurozónának a tagjai azok előbb elkezdik publikálni az inflációikat, majd jön ki ugye a spanyol, meg a német, kedden a francia, tehát hogy közben kijön még egy pár kisebb tagállam, és akkor pénteken jön az olasz, meg az eurozóna inflációs mutatója, tehát azért az a tapasztalat, hogy mondjuk a spanyol, a német, meg a francia, ha ma meg holnap kellemetlen meglepetéseket láthatunk, akkor borítékolható az, hogy az eurozónában is lesz, ha pedig nem, akkor ennek az esély azért lecsökken, de igazából tényleg azért érdemes nézni, mert ez LKB egy viszonylag nehéz helyzetben van, mert egyik oldalról ugye látszik, hogy megy az infláció, egyelőre nem tudjuk, hogy mi az, ami ebből belső inflációs nyomás, mert az USA-ban vagy Magyarországon a feszes munkaerőpiac a száguldó bérek miatt azért sokkal nagyobb az esélye annak, hogy mondjuk ebből az egész problémából egy tartós inflációs helyzet alakulhat ki, mint Európában, de ugye az LKB-nak is kell lépnie, mert a munkanélküliség itt is alacsony, tehát benne van az, hogy egy ilyen öngerjesztő folyamat kialakuljon, tehát kell szigorítania, de a másik oldalon meg ugye láttuk, hogy amikor elszálltak az olasz hosszú hozamok, akkor meg látványosan ugye vissza kellett sasszézni, és még az is fontos, hogy ezen a héten lesz egy csomó mindenféle LKB-s tisztviselő beszédet. Elmondja a véleményét. Így van, és hogy ezek is nagyon meg tudják rángatni a piacokat. Azt kell látni, hogy tényleg most nagyon minden ezekről a kamatvárakozásokról szól. Voltak olyan napok az elmúlt mondjuk két hétben, ahol egy nap alatt többet ment az amerikai meg a német 10 éves, tehát ilyen 30-40-50 pontos sávnak az aljától a tetejéig, meg vissza egy nap alatt bejárta volt, amikor mondjuk egy év alatt nem volt ekkora mozgás. Oké, tehát akkor nyári, de nyárod izgalmas lesz ez a hét, és Gergő, nagyon köszönjük az infókat, szép napot. Hát szép napot mindenkinek, és reméljük, hogy én azért örülnék egy kicsit ilyen uncsibb, nyugodtabb. Igen, csendesebb és higgadtabb hétnek, meglátjuk, mi lesz ebből. Köszi még egyszer, szia! Sziasztok! Tarnos Gergellyel, az OTP elemzési központ vezetőjével néztük át a legfontosabb várható makroeseményeket. Természetesen, ahogy Gergő is elmondta, számtalan adatközlés lesz, mindenféle makroadat napvilágot lát. De kiemelkedik a magyar kamat döntés, illetve eurozóna inflációja. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
Viktor hallgató kérdezi, sziasztok, én ezt nem értem. A háború előtt 360-380 volt a benzin, sokan letették az autót, amikor 400 fölé ment. Most meg mindenki össze-vissza autózik a 480 forintos benzinnel. Ez akkor is 100 forint plusz a régi árhoz képest. Csak az emberek látják, hogy nálunk mesterségesen alacsony, mennek amíg lehet, mert nyilván tudják, hogy előbb-utóbb ezt ki kell igazítani. Igen, meg hát ne csak abban gondolkodjunk, hogy egy ember többet megy esetleg, hanem abban, hogy több ember ül bele abba az autóba, amit eddig esetleg nem használ. Tehát nézzük meg a munkaerőpiaci helyzetet, hogy hogy néz ki, hogy a tök feszes a munkaerőpiac, mindenki dolgozik, keresi a pénzt, bele tud ülni a kocsiba mondjuk, mert kényelmesebb, és át busz helyett néha azzal megy, tehát ez simán okozhat egy ilyet, és akkor még itt van a nyár valóban, ugye a felhalmozott sok pénz, amit nem tudtak elkölteni az emberek, azt most elnyaralgatják, az is az autózás felé tereli ezeket a dolgokat, úgyhogy... Ezek most mindegy irányba mutatnak, igen, a járvány utáni kiszabadulásban. És hát az is, ahogy az idő halad, és eljött a helye annak, hogy Taréboját ismét ide engedjük a mikrofonok közelébe, híreket mond nektek, aztán pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit a 90.9 Jazzin. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.